ünnepel az Evangélikus Egyház, de nem a megszokott módon. A Bonyhádi Evangélikus Közösségnek idén 204 éve van önálló gyülekezete. A járvány ideje alatt még inkább szükségét érzik az emberek annak, hogy egy lelki tanító segítse mindennapjaikat. Szerencsére van erre megoldás, minden héten felveszik az Isten tiszteletet, és azt a közösség oldalán online formában megtekinthetik azok a hívők és érdeklődők, akik egy kis szeretetteli feltöltődésre szomjaznak. Ebben a mindenki számára nehéz időszakban? Egy nagyon különleges időszak van, több szempontból is. Egyrészt valóban az advent az mindannyiunk számára egy olyan készülési időszak, amelyben az egyik legnagyobb ünnepünkre, karácsonyra készülünk, Jézus születésének ünnepére. Másik szempontból azért nagyon különleges, mert ebben a jelenlegi helyzetben egy csomó minden nem a megszokott módon történik jelenleg nálunk itt Bonyhádon és környékén például nincsenek nyilvános Isten tiszteletek. A hétközi gyülekezeti alkalmainkat már befejeztük korábban, és ez azt jelenti, hogy úgy próbáljuk meg valahogyan tartani a kapcsolatot a gyülekezeti tagjainkkal, telefonon, illetve más gyülekezeti újságon, hírlevélen keresztül hiszen nagyon kevés lehetőség maradt arra, hogy, hogy, tényleg velük kommunikáljunk, és hát a legnagyobb fájdalmunk, hogy azt a közösséget nem tudjuk megélni, amit itt a gyülekezet közösségében máskor megélünk. Akinek van internet elérhetősége, az nyomon követheti az egyház életét, meg tudja nézni a feltett Isten tiszteleteket, korallokat. Vannak különleges evangélikus hátterű dalok, amelyek kimondottan közel tudják hozni a meghittséget, az emberi lélekhez és széppé varázsolhatják a szürke mindennapokat. Egy ilyen kedvenc a Hiői Népek megváltója című ének is többek között. Arra próbáljuk biztatni a fi, gyülekezetünk fiatalabb generációját, hogy ahol lehet nagy szülőknek, idősebbeknek mutassák meg ezt az Isten tiszteleti felvételt. A gyülekezeti énekes könyvünkben nagyon sok szép adventének van, és aztán majd remélem, ez a reménységünk, hogy valamilyen módon, de azért meg fogjuk tudni ünnepelni a Szentestét, illetve Karácsonyt is. Ebben is már rengeteget gondolkodunk, hogy milyen módon, hogyan tudnánk ezt úgy megtenni, hogy ugyanakkor biztonságos is legyen. Bár az első gyertyát már meggyújtottuk az adventi koszorún, van még három hetünk karácsonyig. Az advent időszakát szeretetben élve és egymást segítve töltik a hívek és a település lakói. A lelki vezető és a modern technika segítségével még a korlátozások ellenére is érezhetik az összetartozás biztonságát a bonyhádi lelki közösség tagjai. Emellett hidason, kismányokon tartunk Isten tiszteletet, ezek kisebb létszámú gyülekezetek, illetve havonta még alsónánán szoktunk Isten tiszteletet tartani azokban az időszakokban, amikor nincsenek elzárva az emberek egymástól, mint a pandémia idején, akkor Bonyhádon olyan 30-50 fő az Isten tiszteletre látogatók száma, mondja Aradi András, evangélikus esperes.